Főtisztelendő plébános úr, szeretettel köszönöm meghívását pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából. Sajnálatos módon egyéb kötelezettségeim nem teszik lehetővé, hogy személyesen is köszöntsem az ünnepem, ezért kérem, engedje meg, hogy ezúton fejezzem ki őszinte gratulációimat a jeles jubileum alkalmából. Hálával tekintek mindarra az áldozatos lelkipásztori munkára, melyet Pécs városában az Egyházmegye egyik legnagyobb plébániájának vezetőjéként végez. Ott, ahol a nehéz sorsok és mostoha körülmények átértékelik az evangelizáció Krisztusi megvalósítását, szolgálatára ezért különösen is példaértékűként tekintünk. Védőszentje közbenjárásával kérem a Jóisten kegyelmét, hogy adjon erőt és jó egészséget életében, s gondviselő lelke kísérje további szolgálatában. A Pécsi Egyházmegye püspökeként még egyszer szívből gratulálok a jeles évforduló alkalmából. Paptestvéri szeretettel, György püspök. Örömünnepre ébredtünk mára, Istennek legyen hála. Ez egy csodálatos nap, amikor összejön ennyi hívő és pap. Feri atyát ünnepeljük, a mennyeit dicsőítjük. Isten szolgálatában eltöltött 25 év, nagy idő, sok-sok hónap, még több hét és annál is több nap. Ezt ünnepli most fiatal és idős, hívő és pap. Nagy az öröm most az égben, egy gyönyörű ünnepségen. Édesanya, édesapa közbenjárását kérve, fiatok készül az evésmiséjére. Jöttek hívők távolról és közelről, hogy lelkiekben töltődjenek e földön. Örülnek a rokonok, a barátok, a hívek és minden paptestvér. A Jóisten áldását és kegyelmét kérve, kezdődjék hát Feri atya ezüstmiséje. Thank you.
Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Mózes ezt a beszédet intézte a néphez. És most halld, Izrael, azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeknek megtartására tanítalak, hogy éljetek és bevonulva elfoglaljátok azt a földet, amelyet az Úr, atyáitok Istene ad nektek. Ahhoz, amit mondok, ne tegyetek hozzá semmit, és ne is vegyetek el belőle, hanem tartsátok meg az Úr, a ti Istenetek parancsait, amelyeket adok nektek. Tartsátok szem előtt, és kövessétek őket. Így tesztek szert bölcsességre és okosságra azoknak a népeknek a szemében, amelyek hallanak ezekről a törvényekről. Azt fogják mondani, valóban bölcs és okos nép ez a nagy nemzet, mert hát hol van olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor csak hozzá folyamodunk. És hol van még olyan nagy nép, amelyiknek oly tökéletes parancsai és szabályai volnának, mint ez az egész törvény, amelyet ma elétek tárok. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Jakab leveléből. Testvéreim, minden jó adomány és minden ajándék felülről van, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, és még árnyéka sincs a változásnak. Szabad akaratból hívott minket életre, az igazság igéjével, hogy teremtményeinek, mint egy az első termése legyünk. Fogadjátok ezért tanulékony lélekkel a belétek oltott tanítást, amely képes megmenteni lelketeket. A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. Az Isten és az Atya szemében ez az igazi, tiszta vallásosság. Meglátogatni nyomorukban az árvákat és az özvegyeket, és tisztának maradni a világtól. Ez az Isten igéje. Thank you.
Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőségeket Istenünk! Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Péter így szólt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki: legeltesd bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte: Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki: legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: szeretsz engem? És ezt válaszolta: Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta neki: legeltesd juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod. Azt jelezte szavakkal, hogy Péter milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette: kövess engem. Ezek az evangélium igéi. Tisztelendő püspök úr, kedves ezüstmisés barátom, ahogy általában szólítanak, Feri atya, főtisztelendő paptestvérek, rokonok, barátok, Krisztusban szeretett testvéreim, akik összejöttünk, hogy ünnepeljünk és hálát adjunk. Külön köszöntöm én is épp olyan társainkat, akik a messzeségből jöttek ide ezen a vasárnap délutánon. Amikor az évfolyam találkozón tervezgettük ennek az ezüstmisének az időpontját, akkor azt mondtuk, jó lesz ez az augusztus vége, hiszen akkor már majdnem ősz van, nem lesz olyan meleg. Hát látjuk, ember tervez, Isten végez, lehet, hogy június közepén jobban jártunk volna. Azért kértem, hogy üljön ide elém a Feri barátom, mert hát hozzá szeretnék beszélni, és nem szeretném, hogy a hátam mögött legyen, és esetleg grimaszokat vágjon, és én azt ne látom. 2 évvel ezelőtt Dalos Tamás újmiséjén beszéltem, akkor ő ott hátul volt, nem tudom, vágott-e grimaszokat, de nekem nem volt annyira jó, hogy nem láttam azt, hogy na most akkor, amit mondok, az most hogy fogadja. Hát látjuk itt a megemlékezést az elején. 25 évvel ezelőtt úgy nézett ki Feri atya, mint ahogy a képen láttuk. Hát most legalább 25 kilóval több, ha nem többel. 25 évvel ezelőtt, június 14-én szenteltek pappá Kaposváron. Innen a Pécsi Egyházmegyéből is sokan ott voltunk. Másnap volt az újmiséd a Pius templomban, hiszen az a plébánia templomod volt, és pénteki napra esett. Jézus szíve ünnep, vagy Jézus szíve a titulusa ennek a templomnak. Pénteki nap is egy kicsit a Jézus szívének a napja, és ez egy kicsit talán jelzés is volt számodra, hogy Jézus szíve szerinti pap legyél. Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom, hogy te a szív embere vagy. Mindenkinek mindent megteszel. Nem tudsz nemet mondani, se híveknek, sem papoknak.
és ez megmutatkozik akkor, amikor a szabadidőd rovására is bevállalsz papi szolgálatot, akár szabad napon is, illetve ha a pécsi paptestvérek közül valaki megkér, hogy helyettesítsd, szerintem nem volt olyan, hogy te nemet mondtál volna akkor, ha fizikailag meg tudtad oldani a helyettesítést. De a szív embere vagy a családod felé is. Amíg anyukád élt, hozzá is szívvel ragaszkodtál, utána pedig szívvel, lélekkel szolgáltad apukádat. Sokszor, amikor közös programunk volt, és jött az SMS, általában szívemhez kaptam, hogy na, mit ír most a Franci? Hát, sokszor volt ilyen, sajnos nem tudok menni, apukámmal ez vagy az történt. De a testvéredet és családját, sógorodat és a gyerekeket is a szíveden hordozod, és amikor együtt vagyunk nyaraláson, akkor ez külön központi téma, hogy mit vegyünk a kicsiknek. Elmegy egy pár óra ezzel, amíg ott mindent végig taperolunk, hogy ez jó lesz, nem lesz jó, és így tovább. Jó értelembe véve megmaradtál embernek, miközben buzgón gyakorlod a papi feladataidat. Talán néha erődet meghaladó módon is, amire figyelmeztetünk többször, de te elmondhatod Szent Pál apostollal, Krisztus szeretete sürget engem. Sok mindent mondhatnék erről a 25 évről, de akkor a kezdeti bevezető mellett ez olyan búcsúztatónak tűnne, talán azt meghagyom a temetésedre. Ha túlélek. De egy dolgot szeretnék azért kiemelni. Örülök annak, hogy pécsi egyházmegyés pap lettél, hogy visszahúzott a szíved, a családod ehhez a néphez. Káplán voltál Veszprémben, Nagykanizsán, ahol elindítottad az ifjúsági hittant, és abból máig tartó barátságok születtek, majd első plébánosi helyeden, Balaton-Bozsokon, nagy lelkesedéssel kezdtél neki a templomok felújításának, majd Görcsönyben a Mária tiszteletet lendítetted fel. Hát nem voltál annyi ideig ott, hogy hát meghaladta volna Mária gyűdöt, de azért közelítette. Szinte kis kegyhelyé álmodtad. Majd jöttek a Pécs környéki és Harkányi évek, és a most is tartó pécsi évek. Sokszor poénkodtunk a pécsi hivatásodról. Ezt most nem lenne szabad mondanom, mert egyszer egy halászlét fizetett azért, hogy soha nem mondjuk ezt neki, hogy pécsi hivatás. De most jó értelemben mondom, kedves Franci, neked itt dobog a szíved, az egyházi életben látjuk, a társadalmi életben itt van a színejava, és ezt a püspök úr is megfogalmazta a levélben, ahogy hallottuk ezt a mise elején. Úgy gondolom, a helyeden vagy, mert ott élhetsz, ahol nevelkedtél, és azt tehetsz, amit szeretsz, és azok között, akiket szeretsz. Most egy kicsit Ferenc pápa szavait szeretném kölcsön kérni, amikor arra kérlek, hogy elmélkedjünk együtt, mi mindannyian papok, veled együtt a papságról, hiszen a jubileum az egy kicsit megállás is, ahol számot vetünk, megköszönünk, a jót megköszönjük és hálát adunk, a rosszat pedig igyekszünk majd a második félidőben kijavítani. A pap, a püspök és a diakónus legeltesse az Úr nyáját szeretettel. Ha nem szeretettel teszi ezt, akkor nincs szükség rá, nyomatékosítja a pápa. A jelmondatod is erre a szeretetre utal. Péter, szeretsz engem?
Uram, Te mindent tudsz, és azt is tudod, hogy szeretlek Téged. Vagyis tudod, Uram, ezt mindannyian elmondhatjuk, hogy a papi életünkben voltak szép napok, de voltak árnyékosabbak is, mint minden ember életében, de a tőlem telhető módon én szeretlek Téged. Ez a jézusi szeretet tölt be akkor, amikor szolgálod a rád bízott híveket és a Kolping közösséget, amelynek már sok éve vezetője vagy nemzeti prézesként. A Kolping a te második szerelmed. Legyen is példaképed, mert ő is szeretettel fordult az emberek felé, főleg az elesettek felé. Benned is megvan ez a szociális érzékenység. Sokszor megszervezted a várossal, a különféle segélyszervezetekkel karöltve, hogy egy tál ételt osszatok itt a templom mellett, karácsony előtt vagy új év előtt. Hiszen nem feledkezhetünk meg arról a jézusi figyelmeztetésről, éhes voltam és ennem adtatok. Aztán neked köszönhetjük, hogy a nyár folyamán ott lehettünk Kölnben, Kolping atya sírjánál misézhettünk Tamás barátunkkal együtt, és ott ti együtt adhattok hálát a 25 évért. Ferenc pápa egy alkalommal három aspektust emelt ki a papság szentségével kapcsolatban. Az első az volt, hogy a felszentelteket a közösség élére állítják. Igen, ők vezetők, de Jézus számára ez annyit jelent, hogy hatalmukat a szolgálatnak vetik alá, ahogy ő megmutatta és tanította tanítványainak. Egy püspök, egy pap, aki nem a közösség szolgálatában áll, nem cselekszik helyesen, hibázik, hangsúlyozta a Szent Atya. Te vezetője vagy nem csak a plébániádnak, hanem ahogy mondtam, a rád bízott Kolping szövetségnek, és ezt olyan alázattal teszed, hogy az valóban szolgálat. Fáradhatatlanul járod az országot, látogatod a Kolping családokat, néha mi is elkísérünk Tamással, erősíted ott a testvéreidet a hitben, aztán rendszeresen szervezed a papi kolpingos lelki gyakorlatokat. A másik jellegzetesség a pápa szerint az egyház iránti szenvedélyes szeretet. A papság szentségének erejében a pap teljesen saját közösségének szenteli magát, és szereti azt teljes szívvel. Ez az ő családja. A püspök, a pap nagyon szeretik az egyházat saját közösségükben. Hogyan? Ahogyan Krisztus szereti az egyházat. Ugyanezt mondja Szent Pál a házasságról, a férj szereti a feleségét, mint Krisztus az egyházat. Ez a szeretet nagy misztériuma. A papság és a házasság szentsége az az út, amelyen keresztül az emberek az Úr felé haladhatnak. Néhány éve részt vettél a házas hétvége első hétvégéjén, és az megérintette a szívedet, és azóta házaspárokat évről évre küldesz, hogy ők is megtapasztalják a házas hétvége frissítő hatását a házasságukra vonatkozólag. Megtapasztaltad azt, hogy a házaspárok milyen nagy segítség lehetnek nekünk papoknak a lelkipásztori életünkben, például a jegyes oktatásban. Az én életemet is felfrissítette a házas hétvége, mert én akkor a meghívó páromtól, Lábadi Tamástól és Évitől azt a kis idézetet kaptam a Jelenések könyvéből, hogy azt kifogásolom benned, hogy elhagytad az első szeretetet. És én őt azon a hétvégén azt éltem át, hogy visszataláltam az első szeretet forrásához. És látva te életedet, én azt hiszem, hogy te is valahogy hasonló módon élted meg, és ennek a gyümölcse a házas hétvégés csoportok léte a plébániádon.
A papság szentségének harmadik aspektusáról szólva, a pápa utalt Szent Pál apostolra, aki Timóteustól, tanítványától azt kéri, hogy ne hanyagolja el, sőt, mindig újítsa meg a benne lévő ajándékot. Az a püspök és pap, aki nem imádkozik, aki nem hallgatja Isten szavát, aki nem mutat be szentmisét nap mint nap, aki nem jár gyónni rendszeresen, hosszú távon elveszti a Jézussal való egységet, és középszerűvé válik, amely nem tesz jót az egyháznak. Franci, arra kérlek, hogy miközben szolgálod a rád bízottakat, legyen időd magadra, a lelki és a testi felüdülésre. Nem ismétlem meg, amit a pápa mond, ez mind nagyon fontos a papi életünkben, hogy feltöltődjünk, hogy tudjunk miből adni, és ne fásultan és ne fáradtan szolgáljuk a ránk bízottakat. Fontos számodra, hogy mondtam már, a kolpingos papi lelki gyakorlat évenkénti megszervezése, ami a közös épülésünket szolgálja. És csak az a bónusz hozzá az, hogy olyan helyen van, hogy a programok után, hangsúlyozzuk a programok után, van lehetőség arra, hogy egy kicsit testileg is felüdüljünk, ahogy mi szoktuk magunk között mondani, egy kicsit áztassuk. Továbbra is legyen fontos számodra az éves szabadság, amikor közösen pihenhetünk. Legyen fontos számodra a szabad nap, amikor szintén fizikailag, testileg, lelkileg, szellemileg felüdül. Remélem, betartod az egyességünket, mert kedves gyárvárosi hívek, ennek, hogy én itt most szónokolok, ára van. Nem pénzbe kifejezhető ára. Az az ára, hogy ezentúl, én azt mondtam, hogy augusztus 1-től, de megérdeklődtem, még nem vezette be, de azt mondta szeptembertől le. Tehát ezentúl a gyárvárosi templomban keddenként a szentmise nem este, hanem reggel 8 órakor lesz. Ez a papjuk állagának megóvása érdekében van. Amikor Bájer püspök úr ott volt pár éve nálunk a plébánián tartott előadást, és kedd volt már 6 előtt pár perccel, mondja nekem, na, nem mész misézni? Mondom, kedd este nincs mise, a papok állagának megóvása érdekében. És milyen jó, hogy ez így is volt, mert volt olyan év, hogy egyedül maradtam, és valóban kellett. Te is most egyedül vagy. Nincsen segítséged, és ezért kell az, hogy tartsd a kapcsolatot velünk, és mi földi halandó vidéki papok nem nagyon tudjuk felfogni a pécsi papoknak a programját, de azért ezt legalább ezt a tüskét kihúzzuk, hogy kedden este mise van, és haza kell menni. Na hát akkor reggel megmisézik 8-kor, aztán akkor felüdülten adom vissza, hogy szerdán teljes edőbedobással dolgozhasson. Remélem, nem kapok ki a gyárvárosi hívektől. Aztán papi szolgálatodat jellemezze az a három kulcs szó, amit hangsúlyoz a Szent Atya. Beszélni, cselekedni, meghallgatni. Mert mindenki, aki hallgatja ezeket a szavaimat, mondja Jézus, és követi azokat, hasonló az okos emberhez, aki a házát sziklára építette. Azt mondja a pápa, vannak, akik beszélnek, tesznek nagy dolgokat, de nincs nyitva a szívük, hogy meghallgassák Isten szavát, félnek Isten szava csöngyétől. Igaz, tesznek jó dolgokat, de hiányzik a szikla. Hiányzik belőlük Isten szeretetének szavának sziklája. Ferenc pápa itt napjaink példájából merítve Kalkuttai Teréz anyára gondol, aki azt mondja, nem beszél, de csöndben meg tudott hallgatni, és sok dolgot tudott véghez vinni. Kedves Franci, ezt mindannyiunknak mondom, a papi életünk második félidejében,
mert jövőre, ha Isten éltet, utolérlek, kevesebb akció és több oráció. Ezt nem csak neki mondom, hanem mindannyiunknak. Soha ne az imádságon spóroljunk. Pár évvel ezelőtt panaszkodtam bíró püspök úrnak, hogy hát ott Szekszárdon olyan nehéz kiszakítani azt az időt, amit imádságra tudok fordítani, és akkor este már fáradt vagyok. És akkor azt mondta nekem, tudod, én erre rájöttem, hogy hol tudom én ezt magam számára megnyerni. Reggel. Egy órával korábban kelni, mint ahogy kellene, és akkor jut idő elmélkedésre, zsolozsmára, és feltöltődve indul a nap. És nem vagyok annyira fáradt, mint amikor esetleg szabad napom van, és azt mondom, jó, van most egy kicsit, akkor tovább alszom, és fáradtabban ébredek. Tehát én javaslom neked is ezt a módszert, hogy amit reggel megtehetsz, azt tedd meg az imádság terén reggel, mert tudom azt, hogyha elindul a nap, akkor itt is esetleg nehéz ezt az időt kiszakítani. Mária lelkületével tudjunk mártáskodni. Mária le tudott ülni Jézus lábához, Márta pedig ugye szolgált, nekünk a kettőt egyesítenünk kell. Mert akkor a szolgálatunk nem szolgáltatás lesz, hanem valóban krisztusi szolgálat. A következő gondolata a pápának a papi élet egyik legfárasztóbb és legszebb feladata, legszentebb feladata a gyóntatás. A pap a bűnök megbocsátásának eszköze. Isten bocsánatát, amelyet az egyházban kapunk meg, egy testvérünk a pap szolgálata révén nyerjük el. Ő is ugyanolyan ember, mint mi, és szüksége van irgalomra. A papoknak is, a püspököknek is meg kell gyónniuk bűneiket. Mindnyájan bűnösök vagyunk. Azt mondja a pápa is elvégzi gyónását két hetenként, mert a pápa is bűnös. Majd így folytatta, a pap által végzett szolgálat, amit Isten megbízásából végez el, azaz, hogy megbocsátja a bűnöket, nagyon kényes szolgálat. Megkívánja, hogy a pap szívében békesség uralkodjon, hogy ne bánjon rosszul a hívekkel, hanem legyen szelíd, jóindulatú és irgalmas, tudja reményt kelteni a szívekben, és főleg legyen tudatában annak, hogy fivére vagy nővére, aki a kiengesztelődés szentségéhez járul, megbocsátást keres. Ez olyan, mint amikor sokan Jézushoz mentek, hogy meggyógyítsa őket. Az a pap, aki nem rendelkezik ezzel a lelkülettel, jobb, ha nem szolgáltatja ki ezt a szentséget, amit nem változtatta magatartásán. A bűnbánó híveknek joguk van ahhoz, hogy a papokban megtalálják Isten megbocsátásának eszközeit. Azt hiszem, ez mindannyiunk számára, papok számára megszívlelendő gondolat, mert sokszor úgy gondoljuk, hogy na hát kiülök gyóntatni. Lehet, hogy az előző percben még veszekedtem a kivitelezővel, hogy miért köpög az eresz, és akkor azzal a lelkülettel beülök gyóntatni, és jön valaki gyónni, akkor rajta töltöm ki a bosszumat, hogy bosszus vagyok, menjen már, hagyjon békén. Persze, erről az a hívek is tehetnek. Ha gyónni megyünk, akkor először is elismerjük és beismerjük a bűneinket. Tehát ne legyünk olyanok, mint a szuperhívő gyónása. Imádkozni mindig szoktam, soha nem káromkodtam. Mindig járok templomba, szüleim már meghaltak, soha nem veszekszem. A 6. parancsolat már elhagyott engem, nem loptam, soha nem hazudtam, a pénteket megtartom, főbűnöket nem követtem el, más bűnre nem emlékszem. Na most, ilyen esetben azért legyen béketűrő az a pap, aki nem mondja azt, na hát kedvesem, jöjjön, válasszunk egy helyet,
és valamelyik szentnek a helyére főtesszük magát. Há mi? Há mert maga egy élő szent, ha nincsen bűne. De azért van. Na, szóval ilyennel is ki lehet azért minket hozni a sodrunkból, mert emberek vagyunk, de a pápa figyelmeztet bennünket, hogy akár még ilyen esetekre is készüljünk fel, és próbáljuk azt a bűnbánat valóban a bűnbánatra elvezetni. Kedves Franci, kívánom neked, hogy soha ne fáradj bele a gyóntatásba, addig élő egy közösség, amik vannak gyónói, ha már nem lesz kit gyóntatni, akkor már a plébániát lehet temetni. A hívek segítsék a püspököket és a papokat, hogy jó lelki pásztorok legyenek, mondta a pápa, majd idézett Szent Cézár írásából, aki Isten népét egy kis borjúhoz hasonlítja, amelyik éhes és tejet szeretne inni anyjától. Ezért orrával kopogtat a tehén tőgyén, hogy a tejhez juthasson. Milyen szép kép, mondta a pápa. Ti is viselkedjetek így lelkipásztoraitokkal. Mindig kopogtassatok ajtajukon, szívükön, hogy nektek adják a tanítás tejét, a kegyelem tejét, a vezetés tejét. Arra kérlek benneteket, mondja a pápa, hogy zaklassátok lelkipásztoraitokat. Minket, mindnyájunkat, hogy nektek adjuk a kegyelem, a tanítás és a vezetés tejét, alkalmatlankodjatok. Jézus követve minden lelkipásztor néha álljon az élre, hogy mutassa az utat és tartsa ébren a nép reményét. Máskor legyen a többiek között egyszerű és irgalmas közelségben, bizonyos körülmények között pedig a nép után kell mennie, hogy segítse azokat, akik lemaradtak. Kedves ezüstmisés testvérem, azt hiszem, hogy te azok közé, a papok közé tartozol, akik szeretik, ha zaklatják őket. De a hívek részéről fontos, hogy mivel zaklassák. Semmiféleképpen ne olyan dologgal, ami nem papi feladat. Zaklassák azzal, hogy Feri atya, szeretnénk gyónni, szeretnénk valamilyen közösségbe járni, szeretnénk közösen imádkozni, szeretnénk misén részt venni, szeretnénk jobbak lenni és szentebbek lenni. Ezek az igazi lelki pásztori örömök, és ebbe nem tudunk belefáradni mi papok sem. Szent Pál szavaival te pedig hirdesd az igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan, hűtsd a magot és ne várd azonnal a termést, higgyél abban, hogy a mi feladatunk az ige, a mag hintése, a többi az Úr feladata. Kívánom, hogy a következő jubileumodat is együtt tudjuk megünnepelni, és most, ha már őszülő halándékkal is, de tud kimondani nap mint nap új misés jelmondatodat, megyek Uram, hogy teljesítsem akaratodat. Folytatva az ezüstmisés jelmondatoddal, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. Amen. Valljuk meg hitünket, hiszek egy Istenben. Thank you.
testvéreim, a mennyei atyától, hogy kötelességeinket élő hittel teljesítsük. Add, Urunk, hogy lelki pásztoraink ige hirdetése és élete őszinte meggyőződéssel tanúskodjék. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tarts távol a népektől a nemzeti önzés és a faji gyűlölködés szellemét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segíts, hogy egymás iránti magatartásunkat a kölcsönös megbecslés és testvéri szeretet hassa át. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy családjaink életéből eltűnjék minden civakodás, irigység és bosszúállás. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, hogy halálunk órája a te kegyelmedben találjon minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, segítsd híveidet, hogy ne csak külső cselekedeteinkkel, hanem mi belső meggyőződéssel is szolgáljanak neked, Krisztus, a mi Urunk által. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, népek és korok hatalmas és jóságos kormányzója, gyarapítsd bennem kegyelmed ajándékait, és ennek az áldozatnak érdeméből irányítsd úgy híveid és papjaid szívét, hogy a pásztornak örömeteljék a nyáj engedelmességében, a nyájnak viszont a pásztor gondviselő szeretetében. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a teljedet. Emeljük föl szívünket. Szeretünk az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünk. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert Te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának Te szabtál törvényt, a Te képmásodra formáltad az embert, sőt, hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelen magasztaljon téged, Krisztus, a mi Urunk által. És ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hallottad kérdekünk, Urunk, és ide halljuk fel támadásodat, amiben nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Bernát apáttal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, György és Mihály püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.
feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyunk méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, minden erény forrása és teljessége, kérlek, add meg nekem ennek az áldozatnak érdeméből, hogy megtegyem, ami jó, tanítsam, ami igaz, és a híveket életemmel is, szavammal is, kegyelmed indításai szerint vezessem, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek azért a jövő heti miserendet, megfogadva Laci atya tanácsát, akkor most hivatalosan is bejelentem, hogy ezentúl keddenként reggel 8 órakor lesz Szent Mise itt a gyárvárosi templomban, így már most kedden is. Pap Istvánért és feleségéért, Katalinért ajánljuk fel majd ezt a Szent Misét. Szerdán este 6 órakor csendes Szent Mise. Csütörtökön Nagy Szent Gergely pápai és egyháztanító emléknapja, délután a szokott időben 3:45-től szentségimádás, 6 órakor csendes Szent Mise a szeretett láng közösségünk szándékára. Péntek, első péntek. Este 6 órakor énekel Szent Mise a Jézus szíve család szándékára, előtte az ő vezetésükkel imaóra és alatta gyóntatás vesz. Jövő hétvégén évközi 23. vasárnap lesz. Szombaton este 6 órakor elővételezett Szent Mise családjainkért, Szent Mise előtt a Szent Mónika közösség imaórája. Jövő vasárnap a szokott időkben lesznek megtartva a Szent Misék reggel 4:48-kor, délelőtt 10 órakor, délután 3 órakor Újhegyen ige liturgia. Mivel a hó első vasárnapja, ezért a 10 órai Szent Misénk a Szerra Mise lesz, amikor papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk már 9:30-től. 10 órai Szent Misét elhunyt Molnár Istvánért, feleségéért, Katalinért és elhunyt szülőkért ajánljuk fel. Szombatra, ahogy említettem, meghívásunk van Szekszárdra, a Remete kápolnához, ahol Tamás atyával mutatjuk be majd az ezüstmisét. Akik feliratkoztak, kérem, hogy délután 3:30-re legyenek itt a Lidli parkolónál, akkor indul az autóbusz.
lelkiségét, Pappá szentelésének 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból plébánia hívő népe szeretettel köszönti és csatlakozik a hálaadásra. Szent Ágost tudja, minden idő alkalmas arra, hogy benne Istennek szolgáljuk, használjuk fel az időt és a szent időt már. Az elmúlt 25 év állomásai 1990. június 14-én részesült áldozó papi rendben kapossága. Ezt követően két évig szolgál a Veszprémi Egyházmegyében. 1992-től Székesfehérvári Egyházmegyében teljesített el pápai szolgálatot. 1993-ban tér haza a Pécsi Egyházmegyében. Ezt követően 93 és 1996 között Görcsönyben plébános. 1996 és 97 között Hosszúhetén és Vasas plébános. 1997-ben Üstöke új lelkipásztori állomás helyett jelölt ki számára Farkánban. A 2000. évben Pécs hirdelt plébános, ahonnan Pécs-Szabolcs is elvált. 2008-as esztendőtől a Pécs gyárosi plébánia plébánosa, a hét plébános. Köszönjük lelkipásztori munkáját és szervezését. Fiatalok való törődést fogalmazás. Köszönjük a közös imádkozást, a betegekért, az elesetekért és a házfogókért. A hívek nevéért, hogy imádkozunk, fohászkodunk, hogy a jó Isten ajándékozzon meg hosszú papi életben. Plébános új misés jelmondata így hangzott. Megyek Istenem, hogy teljesítsen a maradokat. Ez is miséjére János Evangéliából választott idézetet. Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretem. Kívánjuk, hogy a Jóisten szeretete továbbra is segítsen megvalósítani Isten akaratát, és építeni bennünk és közöttünk Isten országát. Isten éltessen! Kérlek, fogadd el nyitott szívvel gyámárosi és fiúját és társadalmászkosséget íneimnek. A templomban működő zsebüzért társadalom nevében szeretettel és tisztelettel köszönöm. A 25 éves Jézus szentmisében a biztos, hogy minden körülmúlt irányú eljutás, megpróbáltatás és kitartás kellett ehhez a 25 évhez. Hűségesen az Úr Jézus követésében és szeretettel megmutatni. Imádkozunk is a szüzanyánként, hogy segítsen védő és oltalmazó szeretetében tovább a munkájában és életében, és jó egészséget. Kedves testvérek, én is köszönök. Elsősorban köszönöm a jó Istennek a meghívást, amit hiszem azt, hogy már édesanyám méhében megkaptam annak idején.
Aztán köszönöm ezt a 25 évet a Jóistennek, a magasságokat, a mélységeket, a sok-sok kegyelmet. Köszönöm a szűzanyának, a Vasboldogasszonynak, ahol kimondhattam azt a döntő igent, hogy kiesdette számomra a papságot, a sok-sok imát, segítséget. Köszönöm szüleimnek az életet. Hiszem azt, hogy most már oda át vannak, velünk együtt ünnepelnek oda átról, és imádkoznak pap fiúkért. Köszönöm testvéremnek és családjának a sok segítséget, a szeretetet, a megértést, a türelmet, a sok köszöntést, amit most kaptam. Hálásan köszönöm Mayer Mihály püspökatyának a szeretetet, a fogadtatást. És püspök úr, azt gondolom, hogyha nagy betűkkel annyit mondok itt, hogy köszönöm, akkor mind a ketten értjük, hogy mi van mögötte. Köszönöm, hogy itthon lehetek, a bizalmat, a sok jó tanácsot, néha a nevelést is, az atyai gondoskodását. Köszönöm a másik családomnak, a paptestvéreimnek, hogy ma elkísértek az oltárhoz. Köszönöm a szeretetet, a tanácsokat. Köszönöm a gondoskodást, a sok-sok segítséget, amit kapok tőletek. Köszönöm a pap barátaimnak a megélt napokat. Laci atyának köszönöm a kiegyezés után, hogy ma elvállalta ezt az ünnepi szónoklást. Ígérem, hogy megpróbálom teljesíteni, de arra gondoltam, hát nagyon-nagyon szentnek kell lennem, de mi lehet a feladatom, mint ez, hogy szenté váljak? Szekáljatok szenté. Tamás atya, köszönöm a újra megélt barátságodat. Köszönöm, hogy az évfolyam társam lehettél. És köszönöm, hogy bevezettél a Rikitiki bajnokságba, kártyabajnokságba. Jó veled együtt játszani. Ugyan még nem érnek utol, de azért próbálkozok. Hadd említsem meg még egyszer a volt szeminarista társaimat, és a más egyházmegyéből érkezett atyákat, akik fölvállalták a hosszú utat és eljöttek. Köszönöm a szeretetet, az imádságot, hogy velem vagytok. Diákónus úrnak, a kispapoknak is szolgálatát. Külön kiemelem a minisztránsaimat, akik itt szolgálnak, és más templomainkban segítenek, szolgálják az Urat hűségesen. Köszönöm nektek, és imádkozom, látván a lelketeket, a papságra való megmozdulást egyes emberek lelkében közületek, imádkozom, hogy többen halljátok meg a hívó szót a papságra, és merjetek igent mondani. Ugyancsak köszönöm a Magyar Kolping Szövetségnek a bizalmát, a szeretetét, hogy abban a családban is tartozhatom, és hogy együtt tudjuk fölépíteni újra és újra Kolping atyának a művét, és az ő tanítását elvinni az emberek közé. Köszönöm a politikusoknak, a közjogi méltóságoknak, hogy ma eljöttek, a szeretetet, az, hogy mindig nyitott ajtóval várnak, akár telefonon tudunk beszélni, akár személyesen. Elsősorban a szeretetet, köszönöm a közös ünnepeket, amit megélhetünk. Köszönöm a sok segítséget az Isten nevében, mint az ő szolgája. Köszönöm, hogy odafigyelnek ránk, hogy segítenek széppé tenni
gyárváros keleti kapuját, ezt a templomot, a templomainkat, hogy közösségeket hozhatunk létre ebben a városban. Köszönöm volt tanároimnak, osztályfőnökeimnek a tudást, az útnak indítást. Köszönöm a tanácsosok testületének és segítőiknek ezt az óriási munkát, amit tettek, végeztek, hogy ez az ünnep valóban méltó legyen és szép legyen, hogy egész évben számíthatok rájuk, a munkatársaimnak, és itt nem szeretnék külön kiemelni senkit, azoknak, akik látható módon vagy csendben, akár imádkozva egy-egy fohászt értünk, végzik a munkájukat. Én hiszem azt, hogy a Szentlélek vezet bennünket, és ezért él és növekszik a gyárvárosi és a környékbeli egyházközségek élete. Ugyancsak köszönöm kántor úrnak, kántoroknak, kórusunknak a szolgálatát, szépé tették ezt a mai szentmisét. Minden jelenlévőknek, jelenlévőnek, azoknak is, akik telefonon hívtak, akik Facebookon üzentek, vagy e-mailt kaptam, akik most nem tudnak itt lenni, vagy éppen kórházba kerültek, vagy betegek, de lélekben velünk ünnepelnek a szeretetet, az imádságot. És befejezésként még egy mondat, biztos a ti szereteteteknek, imáitoknak köszönhetően mondom, nagyon jó papnak lenni. Így fogadjátok ezüstmisés áldásomat, amit Péter atya hirdett, hogy hogyan lesz. Kérem, hogy akiknél van szabad hely az autókban, fogjanak össze, és úgy menjenek föl. Kérem elnök urat, és akik ismerik az utat, hogy kísérjék föl a meghívott vendégeket. Mielőtt az ezüstmisés áldást adnám, megkérem aranymisés atyát és ezüstmisés atyát, hogy egy közös áldásban részesítsenek bennünket. Aranymisés készföltételem által minden égi és földi jóval áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ezüstmisés készfeltételem által áldjon meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek.